Legutóbb az MTK a bajnoki címről, a Viktória viszont a felsőházi rájátszásról maradt le. Nem szeretnék, hogyha ugyanez történne idén. A 6. percben egy nagyszerű Hummelsmuczer kiugratás a tőle szokásos módon, és Nagy Lilla a tőle szokásos módon góra is váltja a lehetőséget. Bíró nem védhette azt a labdát, amelyet mellette elpöckölt Nagy Lilla. Igen, Rita, hogy átlépte. Bravo, Rita, az átlépte. A 13. percben egy ügyes akció végén Méri kitolja bal összekötőbe, érkezik Diószegi, és már is 2-0 a kékeknek. 2 perccel később egy szerencsétlen eset a Viktória szempontjából, Nagy és Magyar startó talapdáért, és a hazaiak 10-ese menteni akart, de az Újpestről igazolt Bíró fölött, tehát kapusa fölött a saját kapujába emelt. Bíró már csak a felső sarokba segítette azt. 3-0 negyed órányi játék után a vendégcsapat javára. Így érkezik el a 29. perc, amikor az osztrák légiós Henke Manhart bombagójával szépít a hazai csapat. Varga Luca nem háríthatott, ő ugye az eligazolt Szőcs Léka utódja az MTK kapujában. Alig 2 perc telik el a legutóbbi gól óta, amikor jön egy újabb Viktória öngól, szegény Balog emel saját kapujában, 4-1 az MTK-nak, ebből 2-t Viktória játékos szerzett. Megint csak 2 perc góltalan játék, után jön az 5. MTK találat, Palkovics 20 méterről bezúdítja a hazai kapuba a labdát, 5-1. Ennyi volt a szünetben, 8 perc telt el a második játék részből, amikor Manhart passzolt középre Harsányihoz, ez sem kis gól, hatalmas bombával 2-5 zárkózik a hazai csapat. De kiderül, hogy tovább nem sikerül, mi több, a 75. percben egy diószegi nagy összjáték után a csereként beállt Csorbai kapja, és beállítja a 6-2-es végeredményt. Sikerrel kezdte az új szezont az MTK együttese. A lányok szinte versenyeztek a jó megoldásukban. Jól is sikerült, úgy érzem, az első félidő, annak ellenére, hogy a Szombathelynek sikerült egy távoli bombája, és bement, ugye. A másik fél időben ez kicsit szétesett a játékunk. Én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon visszavettünk. Ez a nagy hőség, ez rányomta a bélyegét. A második fél időben mindenképpen több jó dolog volt a részünkről a pályán, mint az első fél időben. Az első fél időben 2 támadóval próbálkoztunk, a másodikban 1-gel, ezért lehet, hogy egy kicsit többen voltunk hátul, és többet tudtunk segíteni egymásnak. Még az első fél időben abban bíztunk, hogy hatékonyabb lesz a támadójáték, ez nem jött be. A láthatók alapján mindenképpen több van a csapatunkban. Egy hasonló erősségű ellenféle szemben ezt meg is tudjuk csinálni, ezeket a dolgainkat. Egy gyengébb ellen meg egész jól tudunk futballozni. Abban kell még fejlődnünk, hogy egy erősebb képességű ellenféle ellen partiba legyünk a mérkőzésen, és fel tudjuk venni velük a harcot. Az első fél időben kicsit elvesztem a pályán. A második fél időben, amikor kimentem a szélre, akkor volt egy-két jó megmozdulásom, és hát van hova fejlődnöm, fél évet kihagytam, 3 hete edzek, úgyhogy remélem, hogy jobb lesz. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, nagyon szép helyzeteket alakítottunk ki. Hát a második fél időben igen, visszavettünk, szerintem a meleg is közrejátszott, és hát igen, a Viktória is összeszedte magát, de úgy gondolom, hogy megérdemelt győzelem volt.